pocsolya. Ások egy se túl kicsi, se túl nagy, úgy lábszár középig érő gödröt, és megtöltöm vízzel, mondta egy borongós télvégi napon kicsi bácsi. Aztán ások valahol egy másikat, egy pontosan ugyanolyat. Megvárom, míg az első gödörben megfagy a víz. Akkor fogom, kiemelem, és a jégkifagyott vizet átviszem a másik gödörbe. Ennyi az egész. Úgy vélem, nem minden büszkeség nélkül kijelenthetem, hogy feltaláltam a szállítható pocsolyát. Milyen kár, hogy találmányom idén jellege révén valószínűleg nem számíthat széles körű, hogy úgy mondjam, nemzetközi érdeklődésre. E szavakkal kicsi bácsi helyére tolta a talicskát, bezárta a szerszámos kamra ajtaját, és visszasétált az öreg dióba.